A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség 2023. február 17-én emberölés, életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 34 éves büntetlen előéletű férfival szemben, aki a vád szerint rendszeresen, egy esetben közvetlen életveszélyes sorozatbordatörést, egy esetben újcsonttörést okozva bántalmazta, és végül 2021. szeptember 3-án este 8 óra körüli időben karcagi otthonában dulakodás közben megfojtotta az édesapját. Az ügyben kitűzött újabb tárgyaláson iratismertetésre, perbeszédekre és ítélethirdetésre került sor. Az emberölés büntette tekintetében a szakértői vélemény adatai alapján a sértett halála a nyak 5-10 percen keresztül történő folyamatos szorítása következtében kialakult oxigénhiányos állapot fulladás miatt következett be. Köztudomású az a körülmény, hogy egy ember nyakának percekig történő szorítása halálhoz vezet, ezáltal megállapítható, hogy István vádlott szándéka édesapja megfojtására, megölésére irányult. A büntetés kiszabása során a vádlott vonatkozásában súlyosító körülményként kell értékelni a cselekmények többszörös halmozatát, azt, hogy ezeket hozzátartozója sérelmére kitartó szándékkal követte el. A cselekmények elkövetésekor büntető eljárás hatálya alatt állt, büntetett előéletű, a korábbi elítélése során is az édesapját bántalmazta. A vádlott a vele szemben alkalmazott távoltartás szabályait is megszegte. Az ittas állapot, a drogfogyasztó és italozó életmód ugyancsak súlyosító körülmény. Enyhítő körülményként szükséges a vádlott javára értékelni, hogy hosszabb ideje alatt, tehát büntető eljárás hatálya alatt kényszerintézkedés mellett. Az időmúlás önmaga enyhítő körülményként nem értékelhető a magas büntetési tételre figyelemmel. Mindezek alapján a vádirattal egyezően indítványozom, hogy a törvényszék vádottat a BTK 36. szakasz 81 és 37. szakasz 2. bekezdés A pontja alapján szabadságvesztésre ítélje, amelynek végrehajtási fokozatát börtönben állapítsa meg. Figyelemmel a súlyosító körülmények nagyobb számára és nyomatékára, a vádlott vonatkozásában irányadó 5 évtől 22 év 6 hónapig tartó halmazati büntetési tétel keret középmértékétől, ami 13 év és 9 hónap, ehhez képest meghaladó mértékű szabadságvesztés kiszabását indítványozom. A vádlott védő ügyvédje perbeszédében elmondta, hogy Védence nem ölte meg az édesapját. Hozzátette, hogy mindkettejüknek volt az alkohollal problémája. Az édesapa is gyakran bántalmazta fiát. A vádlott folyamatos bántalmazásnak volt az elszenvedője az édesapja által. Ez a kapcsolat folyamatosan is rossz volt az édesapja oldaláról is. Az orvosi iratok alapján megállapítható, hogy volt többször, hogy az édesapja eszközzel bántotta, akár ez legyen macsete, vagy bármilyen más eszköz is, és ezt is alá támasztotta. Az eszközt azért szeretném kiemelni, mert ugye ebből is tudnánk az ölési szándékot alátámasztani, de ilyenről nincs szó, ha vádlott vonatkozásában nem emelt ki ilyet a vádirat, hogy bármilyen eszköz felmerült volna az ő vonatkozásába. A vádlotti védekezés pont az, hogy az édesapja támadt rá, és ő védekezett, és abban alakult ki egy vita, egy veszekedés közöttük, de nem ölte meg az édesapját. Az ügyvéd tehát vitatta az emberülési szándékot, sőt ismeretlen személy idegenkezőségét is felvetette a bíróság előtt. A vádlott utolsó szójogán továbbra is tagadta, hogy megölte volna édesapját. Dr. Hajdú Anna bírónő hirdette ki az ítéletet. A vádlott bűnös egyrendbeli testi sértés büntetében BTK 164. paragrafus első és harmadik bekezdése, 8. bekezdés első fordulata, egyrendbeli testi sértés büntetében BTK 164. paragrafus első és harmadik bekezdése és egyrendbeli emberölés büntetében BTK 160. paragrafus első bekezdése. Ezért a bíróság a vádlottat halmozati büntetésül 16 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg. A bíróság megállapítja, hogy a vádlott feltétele szabadságra nem bocsátható. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés tartamába a vádlott által 2021. szeptember 4 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja.
Az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlott védőügyvédje pedig fellebbezett az ítélet ellen. Álláspontja szerint Védence nem követett el emberölést, ezért elsődlegesen a felmentését kérte. Másodszorban pedig a halált okozó testi sértés megállapítását indítványozva fellebbezett. A vádlott sem fogadta el az ítéletet, ő is fellebbezett. Az ügyben a szegedi ítélőtábla fog végső döntést hozni.